kötelező a maszk, de nem is tiltott. Új épületrész épül a maristásoknál. Milliárdos útfejlesztés kezdődik. Medicopter alapítvány támogatása. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. március 15-én 18 óra 5 perckor. Múlt hét hétfőtől maszk nélkül utazhatnak a tömegközlekedési eszközökön, de az üzletekben és boltokban sem kötelező a vásárlóknak. Sőt, az iskolákban is lekerült a diákokról és a tanárokról is a maszk. A járványügyi enyhítéseknek sokan örülnek, bár többen azt mondták, óvatosak, és egy ideig még hordani fogják a maszkot. Ugye megjelent a kormányrendelet, ami ezért valamelyest változtatott az belső iskolai életen is. Itt az iskolánkban továbbra is lehet használni a maszkot, illetve van lehetőség továbbra is a hőmérséklet mérésére, illetve a bejárati ajtóknál, illetve a mosdóhelyiségeknél továbbra is ki vannak téve a fertőtlenítőszerek, tehát ezt használhatják a gyerekek és a pedagógusok is. Viszont nem kell már maszkot hordaniuk az intézmény, de nincs megtiltva az sem, hogy ezt a gyerekek vagy a pedagógusok hordják, hogyha úgy gondolják, hogy ők így érzik magukat biztonságban. Még tapasztalható, hogy úgy jelennek meg, hogy maszk van rajtuk, de ez természetes dolog. Én úgy gondolom, hogy minden gyermek és minden szülő el tudja azt dönteni, hogy továbbra is alkalmazza a maszk használatát. A szakemberek ezt az oltatlanoknak és az időseknek tanácsolják. A Szent Pál Marista általános iskolában javában zajlik az építkezés, melyről a helyszínen tájékoztatta Szepesi Tibor polgármestert és F. Kovács Sándor országgyűlési képviselőt a fenntartó nevében, Pau testvér. Nem könnyű időszak ez most az iskola életében, hiszen az udvar nagy részén építkezés folyik. A tornaterembe jutás az utcáról történik, a gyerekeket pedagógusok kísérik. Az új épületre két okból volt szükség. Egyrészt a régi zárda épület már nagyon rossz állapotú volt, nem volt alkalmas oktatásra, másrészt a növekvő gyermeklétszám is indokolta a bővítést. Most az alapzatot már munkában áll, ezért úgy gondoljuk, hogy egy pár héten belül már kezdek fölfelé építeni az első emelet, és utána tett a szerkezetet is. Ezért úgy gondolom, hogy az elkövetkező hónap, másfél hónap, akkor már a tető már meg lesz. Április végén már reméljük, hogy már a tető már is látható lesz. Most 5 tanterem, 1 szaktanterem és egy közel 300 fő befogadására alkalmas közösségi terem épül, mely nyitott lesz, akár városi vagy civil rendezvények megtartására is. Az új épület úgy terveztünk, hogy 5 tanterem lesz benne, egy közösségi terem, egy természettudományos terem is, meg a mosdóhelyiségek, amit szükséges lesz. Ez a közösségi terem elég nagy, majdnem 300 főre számoltunk, hogy az egész iskola, mikor ünnepség, valami rendezvény legyen, akkor az egész iskola tudjon egyszerre ott lenni. Meg az is szeretnénk majd, hogy nyitott legyen a város felé, hogyha valakinek szükség lenne ilyen nagy közösségi terem, vagy valamelyik rendezvényre, akkor tudunk kijönni mindenkinek, akinek igénye lesz. A beruházás azonban már csúszik, az építőanyag áremelkedés miatt most plusz forrást keresnek. Hát most ezen vagyunk, hogy próbáljuk más ilyen plusz forrás szerezni erre, mert ez egy jelentős összeg, ami önrészt kell beadnunk. Nem számítottunk erre, amikor pályáztunk már régen. Ezért még utána vagyunk, hogy hogyan tudunk kiegészíteni ezt az összeget, de biztos fogunk biztosítani, hogy az építkezés ne legyen semmi baj ezzel. Az új épület illeszkedik a meglévő épülethez, és a későbbiekben a tanoda épületét is szeretnék kívülről felújítani, de vannak terveik a tornaterem és a sportudvar megújítására is a Marista testvéreknek, akik több mint 10 éve vannak az iskolában jelen, mint fenntartók. A tanodában picit kisebb lett, mert egyik terem átment az építkezésbe, ezért levontottunk, de a tanoda program még tovább megy, mint eddig volt, és tovább fog menni. Ezért egy másik pályázaton keresztül sikerült egy pénzt szerezni, hogy tudjuk felújítani, meg a néhány változások, ami muszáj volt tenni, mint a fűtésrendszer, stb., mert teljesen az épület bontás miatt kellett áthelyezni. És majd végül ez a régi épületet
szeretnénk felújítani kívülről is, hogy az új épület mellett ne legyen, hogy egy ronda kinézetű régi épület legyen, hanem méltó méltó legyen az új környezet, mert szép ez a épület mindenképpen, és így gondolom, hogy a városban sokan jártak oda a épületbe, ezért ilyen szép legyen, hogy ne legyen, hogy lássanak egy nagyon elpusztult épületet, hanem valami szép. Úgy gondoljuk, hogy tavasszal már sikerülni fog ezt a kívülről felújítás is. F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő a bejárás után elismeréssel szólt a beruházásról. Nagyon szép, hiszen Karcag városában nagyon sok iskola, szinte mindegyik iskola megújult, és hát jó volt látni, hogy itt az egyik legrégebbi iskolában, az Ádor úti általános iskolában is komoly felújítások, építkezések vannak. Én örülök annak, hogy a karcagi gyerekek a legmodernebb körülmények között tudnak tanulni, és itt az Ádor úti iskolában is ezt tudják számukra biztosítani. Lenyűgöző volt az a fejlődés, amit az elmúlt 20 évben ez az iskola be tudott mutatni, nem csak az építkezésben, nem csak a felújításban, hanem az oktatásban is. Én örülök annak, hogy egy ilyen iskola Karcagon van, nagyon sok tehetséges gyermeket bocsájt ki, és nem hagyja elkallódni azokat a gyermekeket, akik ide járnak. Egyre több gyermek tanul középiskolában a tanoda segítségével. Egyre több gyermek tanul középiskolába, és nem esik ki a középiskolából, akik innen kikerülnek. Ez mindenképpen egy nagyon fontos dolog, egy komoly erőfeszítés az itt tanító pedagógusoknak, és hát már a szülők is örömmel hozzák ide a gyermekeket, mert látják, hogy jó kezekben van, jó oktatást kapnak, és a továbbtanulások is biztosított. Minden segítséget megadunk az iskolába, hogy a sportudvar, a legrégibb aszfaltos, egyik legrégibb aszfaltos sportudvar van itt az Ádor úti iskolába. Még én is jártam ide kézilabdázni, koncertekre, tehát most már megérdemli, akár egy műfüves pálya kerülhessen ide, ebben minden segítséget megadunk. És hát természetesen nem lehet megállni semmilyen fejlesztéssel, mert amikor az egyik fejlesztésnek vége van, az befejeződött, akkor kezdődik a másik, hiszen úgy kell hozzákezdeni egy fejlesztéshez, hogy már gondolkozunk a következő lépésen. És itt az Ádor úti általános iskola vezetősége így gondolkozik. Amikor befejeződik az egyik fejlesztés, akkor kezdődhet a másik. Szepesi Tibor polgármester szerint minden olyan fejlesztés, amely Karcag jövőjét hivatott szolgálni, óriási dolog, főleg ha oktatási intézményben történik, hiszen ez a jövőt alapozza meg. Nem csak maga az épület, hanem a fiatalság, az oktatási intézményekben dolgozóknak a jövőjét, az egész város jövőjét. Látszik az iskolán, hogy szisztematikusan fejleszték, hogy a pedagógiai módszerekkel, mindenféle olyan elképzeléssel, rendezvénnyel, a szülők bevonásával a gyerekeken kívül, ami azt szolgálja, hogy az idejáró gyerekek, a gyerekek szülei nagyon jól érzik magukat az intézményben, és hát nő a létszám, ugye ezért kell maga a fejlesztés is, hiszen a régi elavult épület részben az ott lévő tantermek már nem tudták kiszolgálni azt a fajta pedagógiai munkát, amelyet az iskola végez, és amelyet folyamatosan fejleszt. Ehhez mindenképpen szükséges az, hogy egy új épülettel megújuljon az iskola. Ugye 5 tanterem kerül kialakításra, közösségi terek, vizes blokkok, 21. századi épület részként megújulva, és hát természetesen szolgálva, ahogy mondtam, azt a pedagógiai munkát, amelyet nagyon magas szinten végeznek itt az iskolába. Úgyhogy én csak örömmel tájékozódtam, néztem, és csak gratulálni tudok ehhez a fejlesztéshez. Az iskolában szisztematikusan fejlesztenek pedagógiai módszerekkel, mindenféle olyan elképzeléssel, rendezvénnyel, a szülők bevonásával, amely azt szolgálja, hogy az idejáró gyerekek jól érzik magukat az intézményben. Az a pedagógiai munka, amit végeznek, azon túl, hogy egy óriási feladat és egy óriási munka magán a tanórában. Természetes, hogy a közösség fejlesztése, akár a szülők bevonása, de a délutáni szabadidős programoknak a tervezése is szükségesé teszi azt, hogy az udvar is fejlődjön, az udvari eszközök is fejlődjenek. Úgy a játszótér, mint azok a kis terek, ahol aztán olyan különböző játékokat lehet majd megtartani, és hát nyilván ez hozzátartozik maga a sportéletnek is a fejlesztése. Ugye hallottuk azt, hogy a tornatermet is szeretnék egy kicsit rendbe tenni, bővíteni, az ott lévő eszközöket fejleszteni, és hát nyilván ugye a legnagyobb rész, ami egykor nekünk karcagiaknak egy óriási lépés volt, hiszen itt az Ádor úti iskolában volt
az a bitumenes pálya lelátóval, ahol különböző bajnoki mérkőzéseket, jól emlékszem, még NB2-es kézilabda mérkőzés is került lebonyolításra ezen a bitumenes pályán. Tehát, hogy ez a rész is megújuljon. Mindenképpen én azt gondolom, hogy segítenünk kell, és szükséges segítenünk ezt a fejlődést az idejáró gyerekek érdekében, és hát nyilván a városi sportélet fejlesztése céljából is, hiszen további pályát tudunk bevonni, további mozgás lehetőséget tudunk bevonni, és esetleg olyan szabadidős lehetőségeket tudunk kínálni a város lakosságának, egy délutáni foci mérkőzések, edzések, baráti csapatok mérkőzéseinek lebonyolításával, ami bár jelen van a városban, de azt gondolom, hogy egyre nagyobb rá az igény. A kormány 140 milliárd forint útfejlesztési támogatásról döntött, amely térségünket is érinti. Költségvetési forrásból 220 összekötő és bekötő út újulhat meg vidéken. Tovább javul a vidéki települések elérhetősége, biztonságosabbá válik a közlekedés, erősödik a helyi gazdaság. Varga Mihály jelezte, hogy a gyorsforgalmi utakat is bővítik. 2010 óta 1300-ról 1900 kilométerre növelték a hazai gyorsforgalmi úthálózatot. Áll a pénzügyminisztérium televíziónkhoz eljutatott közleményében. A Medicopter Alapítvány, mint a Magyar Légimentő Non-Profit Kft. Szerződéses támogatója kitűzött céljai megvalósításához a Karcagvárosi Önkormányzat támogatását kérte idén is. A sürgőségi ellátás során a magyar légimentők az egész ország területén évről évre egyre több életet tudnak megmenteni a sürgőségi betegellátásban alkalmazott megfelelő eszközökkel, felszerelésekkel. Speciálisan kialakított eszközeik a folyamatos használat mellett elhasználódnak, pótlásuk szükséges. Önkormányzatunk 2015 óta eddig összesen 90 ezer forint összeggel támogatta tevékenységüket. A képviselőtestület döntése szerint 2022-ben további 20 ezer forinttal támogatja városunk az alapítványt. A Karcagvárosi Önkormányzat képviselőtestülete az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról szóló önkormányzati rendeletével szabályozta az egyes szervezetek támogatását. A rendelet szerint alapítványnak történő önkormányzati támogatás átadásáról szóló döntés meghozatalára a képviselőtestület jogosult. A Karcagvárosi Önkormányzat 20 ezer forinttal támogatja a Medicopter Alapítványt a sürgőségi betegellátásban alkalmazott eszközeik beszerzése érdekében. A javaslatot a város vezetői megtárgyalták és elfogadták. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagyhúsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!